A hónap utolsó szombatja rendszerint a hagyományos termékeké székelyudvarhelyen, a most következő hétvégén sem lesz ez másképp. Falu és város találkozhat ezúttal is a Városháza előtti zöldövezetben, mivel a Mártonáron téren még nem fejezték be a felújítási munkálatokat. A megváltozott helyszín az előző hónapban sem befolyásolta a résztvevők számát. A szombati vásárra közel 500 árus jelentkezett be, nagyobb részt termelők, de kézműves portékákból sem lesz hiány. A hentes árutól a befőttekig és a sajtokig, valamint a gyöngyöktől a nemez és a bőrtárgyakig sok mindent megtalálhatnak ezúttal is a térre látogatók. Ezek állandó árucikkek a vásár kínálatában, de megtudtuk, vásárlókból is vannak, akik rendszerint visszajárnak. Vannak törzsvásárlóink már, vannak olyanok, akik nem hagyják ki ezt a vásárt, és bespájzolnak, eljönnek, és megveszik azokat a finomságokat, amikhez hozzászoktak, amiket rendszeresen megvásárolnak. De ugyanakkor az átutazó turisták ugyanúgy jelen vannak, mint akár kicsit érdeklődő emberek. A Városháza előtti teret péntek déltől szombat délutánig zárják le a forgalom előtt. Ma már elkezdték a standok felállítását. A rendezvény szombaton 9-től 14 óráig látogatható. Egyébként több program közül is válogathatnak hétvégén az udvarhelyiek és az ide látogató turisták. Szombaton és vasárnap tartják ugyanis a 47. Szejke Népzene és Néptánc Fesztivált, amely programjainak zömét a Szejkefürdőn tartják, de néhányat a Művelődési Házban is rendeznek. Vasárnap szintén a Szejke Fesztivál részeként Székelyudvarhely utcáin népviseleti parádét követhetnek figyelemmel az érdeklődők.